Sziasztok emberek, üdvözlök mindenkit itt a leges legújabb videóban, amiben ismételtem, itt van velem ez a csodálatos kis Every párnácska, amit most már csak 7-ig tudtok beszerezni, és utána már csak rendezvényeken kapható, de majd, hogyha nagyon szeretnétek, akkor újra visszahozhatjuk onlineba is. Most viszont egyelőre 7-ig tudjátok csak beszerezni. Itt az alkalom! És hát, hogyha már Robloxban elkészítették a Durst nevű játékot, akkor készítsék el Minecraftban is! Szóval elkészült a Minecraftos Durst. Hogy milyen? Nem tudom. Erre van két könyvünk. Van egy ilyen. Ez egy credits. Itt van, hogy kikészítették zsíros, és itt van egy ilyen game. Nem? Ó, úristen, mennyit ír? Nagyon sokat, 8 oldal. Nem hiszem, hogy 100%-ig ugyanolyan lenne, mint a Robloxban, léve, hogy ez Minecraft, hanem egy kicsit, egy picit más. No, nézzük meg. Ó. Ugyanúgy lehet itt szedni a petákot, csak ugye ott a Durstban, ott rögtön úgy indulunk, hogy ugye már egy ilyen liftből szállunk ki. Oké, kinyílik az ajtó. Hú, jó sötét van, nem mondom. Nem látok túl sok mindent. Viszont el tudok bújni a szekrényekbe, ez szuper, csak a parám az, hogy egyáltalán nem látok semmit. És már itt vannak a szemek, mi a szörsz? Hát ez itt a vége felé szokott lenni. Mint mondottam, nem ugyanaz lesz, viszont van egy battering. Ez tök jó, de vajon vásárolni ezt hol tudtunk volna, nem igaz? 3. itemhoz jutottunk el, kérem szépen. Nem túl bemenni rajtuk, koldocska, az is kell nekünk. És akkor jön a 4. ajtó, ez eddig szuper. És honnan fogom tudni, hogyha jönnek ezek a dolgok, akik gonoszak. Nem viccelsz, hogy ekkora fényt ad. Nyírjál már ki, úgy. Ekkora fényt adj, ad, összvisz, ennyi. Nem lehet áttenni másik kézbe, ja nem, itt nincs ilyen, hogy másik kéz, meg ez a kéz, meg az a kéz. Jó, van itt még egy kendő, jön a 7. ajtó. Hát eddig nagyon űzzük hajtjuk. Kérdés az, hogy vajon ez meddig fog tartani? Ja, hát világít valamennyi fényt az ad. Az vajon ott a folyosó végén az mi lehet? Kérdésem a következő. Úgyhogy el lehet ide bújni. Nézzük, be lehet jönni a szobákba, na végre. Hú, egy kicsit túltolták ezt a szobák méretét szerintem. És egy kicsit olyannak hat, hogy eléggé nagy. Hello? Még mindig ott van a folyosó végén. De olyan ott mit akar? Nagyon messze van. Oké, hát most lesen végig. Várjál, amit meg akartam még nézni, hogy be lehet bújni az ágy alá? Behát! Ú, de nagyon zsír. Közeledünk a pajtás felé. Jó, ez egy zárt ajtó. De az ott valami szörnynek tűnik nekem amúgy, de be lehet jönni. Most foglalkozzak vele? Szerintetek? Itt az ajtókulcs. Hát nem, ez kell vitamin. Oké, nagyon jó. Ez kellett, ugye? Ja, igen! Akkor azt jelzi. Oké, így már értem. Így már értem akkor a szisztémát. Tehát, hogy itt az van, hogy az az ajtó, az a zárt ajtót mutatja. Oké, értem. Minden zsivány, minden betyár, akkor az nem is egy szörny, az csak maga az ajtó. Jó van, meg kellett keresni a kulcsot. Úristen, mekkora ez. És van, ez is ilyen teljesen randomra van megcsinálva, hogy random generálja. Oké, nincsen semmi. Jó, még ezt nézzük meg, semmi, és akkor itt a door key. Oké, megvan. Nyíljon ki! Hú, de sötét van. Feltoltam 100%-ra a fényerős srácok, de még így is teljesen vaktában vagyok amúgy ebben a játékban. Az a legnagyobb probléma ugye, hogy éppen az arcomba világít két óriási giganagy softbox. Szóval ez egy kicsit nehézébbé teszi. Na, 13-os ajtó, az egy bal szerencsés, úgyhogy itt tuti lesz valami. Itt is 100 ajtón kell keresztül menni? Tocs! Miért lenne egy torcs? Az egy rendes lámpa. Ráadásul nem is akár mekkora. Oké, itt is meg kell keresni a kulcsot, nagyon jó. És itt is jönni fog majd, de az a szörny, ami így végig megy. Vagy itt nem jön? Itt olyan nincs. Úgy látszik, nem itt van. Természetesen már azért jó pár ajtón mentünk végig, de eddig ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez egy nyíl egyenes folyosó. A Durstban azért ott kavarogtunk, keveregtünk. Szépen össze meg vissza. Már tudom, hogy melyik ajtó az, ami nyílik, és melyik az, ami nem. Annyi coinom lesz a végére, hallod? Ebből fog meggazdagodni, de tényleg. Hát, ha én így találnám a pénzt a valóságban, hú, hát nem itt tartanék. Na igen, itt a door key. Most megéri a többi szobát is végignézni? Vagy már amúgy egyáltalán talán nem, mert meglett a kulcs. Nem tudom, egyelőre nem tudom, hogy mire számít csak ezzel a játékkal kapcsolatban, mert szerencsére itt nem volt semmi. Mi az Isten volt ez? Ah! Mi? De ez nem így van! Ez az eredeti játékban nem így van! De ez így nem lesz jó. Tessék, feloltottam a candle-t. Nem tudok elnézni! Ennyi volt! És hol lehet ebbe vásárolni? Van ebben olyan, hogy vás? Itt is van! Minusz 25-be kerül. Most megvettük? Nem vettük meg. Hát ez jó. Azt mondta, hogy nincs elég coinom, pedig 27 coinom volt. A leborultját. Végig kell rohanni az ajtókon. Ugyanaz, mint az eredeti Durstban, csak itt
jóval egyszerűbb, hiszen itt csak nyíl egyenesen kell rohanni, viszont hogyha jön valami gonoszság, és nem random generált a Minecraftban, valami nem random generált. Azért ez eléggé elszomorító, hogy amúgy Minecraftban ezt nem tudták megoldani, hogy a szegleteket külön random rakja be egymás után, pedig amúgy nem lett volna olyan bonyolult. Még ezek a szemek sem értem, hogy miért a négyes ajtótól kezdtek jönni, tehát hogy hülyeség. Oké, akkor nem is tudom hányadik ajtótól jött, most azért jobban haladunk, mint az előzőnél. Hát ilyen volt az elő? Nem voltak szemek. Ez a szemgolyó? Fúj, de ronda! Hogy ezek sálkörök lehetnek valószínűleg. Vagy nem tudom, nem sálkör, de valami olyan csúnya. Oké, lehet, hogy mégis random, várjál, mert ilyen részre nem emlékszem. Lehet, hogy mégis random? Akkor ezek szerint ez tök random, tényleg. És már legalább van ilyen fénylő cuccunk. Ez jó. Valami hangot hallok. Hátra néztem. Ja, ez volt az, ami hátra kell nézni, és akkor úgy. És ezt még nem tudom bekapcsolni. Megint hallottam valamit. De miért nem tudom bekapcsolni? Kidobtam. 15. Most ez jóval tovább jutunk, most csak inkább rohanjunk végig, aztán majd lesz valami. Itt már voltak olyan szobák amúgy az előzőben, ahol így meg kellett keresni a kulcsokat, most viszont egyáltalán nincs. Viszont már 17-es szobánál tartok. Mondom, tartanék. Ha lenne amúgy, néha hallok ilyen, amikor meg kell fordulni. Még így eztünk. 18. Oké, az ajtóknak van, nagyon kicsi hitboxa van az ajtóknak, amit el lehet találni, és nagyon nehéz oda kattintani pont. Oké, ez is megvan valahogy, ugye a bal oldalát kell. Oké, mondom, nem mindig lehet eltalálni. Battery, az kell? Aha, oké. Na, menj már innen, ennyi volt. Oké, a candle legalább tovább világít. Az legalább jó, de... Ennyit tudtunk venni a sopostól? Egy darab fákját? Vagy mi az? Gyertyát? Hogy nyílik ki? Hallok valamit mögöttem. De nem látok. Most a kulcsot kell megtalálni. Oké, gyűlnek itt a kis cuccok. Jó, már két elemem is van. Oké, ma kulcs kéne. Haver, csak nem adsz kulcsot, please. De akkor tényleg random. Akkor tök jó, hogy nem ugyanaz. Megcsinálták. Csak azt nem értem, hogy miért nem csinálták azt meg, hogy kanyarogjon. De az is jó lett volna, hogyha megcsinálják azt, hogy kanyargós út legyen. De úgy látszik, ebben nem fektettek effortot. Még egy. Mert ezt ide tesszük, ezt tűnjön el, légy szíves. Battery-ket ide. És akkor így már nyugodtan tudunk lootolgatni. Annyi van viszont, hogy ugye a kulcs még mindig nincsen meg, de úgy érzem, hogy nem sokára megtaláljuk. Itt lesz. Oda nézd már, mennyi fényforrást kapunk, mint hogyha ennyit kéne ténylegesen használni. Itt lesz a kulcs. És ne! Akkor itt lesz. Akkor itt lesz. Akkor csak az utolsó, itt kell, hogy legyen. Mi? Mi a szösz? Valamit nem néztem meg? Az hogy lehet? Várj, ezek olyan szobák, ahol egyáltalán nem is lehet bemenni. De mi maradt ki? Hát mindegyik szobát végignéztem. Ezt nem néztem meg. És nincs itt se a kulcs! Nem mondjátok, hogy nincsen ténylegesen. Úristen. Itt volt az első szobában, és én ezt nem néztem meg, mert a sötétben volt elbújt, te atya ég, te úristen, elbújt a sötétben, és én még nem láttam. Ez szerencsétlen vagyok, na 23-as. Na, nyíj már ki. Köszönöm, még egy torcs. Ebből sosem elég, igaz-e? Ezek zárt ajtók. Nagyon éppen, hogy csak úgy kell, így érzékelje. A közepét próbáljam meg. Ki egy kis gold. Na, ideig nem jutottunk el szerintem, 26-os. Akkor az ajtó közepét kell megütni. Micsoda jó cuccok vannak itt, kérem szépen. Ez is. És akkor most ez lesz a 27-dik. Az előbb olyan jó volt. Miért nem nyílsz ki? Az előbb úgy éreztem, hogy már végre rájöttem itt a titok nyitjára, de kiderült nem. Coin. Még egy kis coin, és végre kanyar. Oké, megint kulcsot kell keresni. Hát most akkor... Elbújtam! Most meg vagyunk? Túléltük. Jó. Oké. Okay. Ah, de mi az Isten ez? Menj már innen! Mi most ez most miért jött ide? Ránéztem. Kikérem magamnak. Rászegeztem a tekintetemet. Vagy épp az, hogy nem kell rászegezni? Hú, és még ezt is beletették, hogy le kell menni a mélybe, és itt kell gazdálkodni. Meg kell keresni a kapcsolót. Pedig len... Uha, hú, de fura ez így. Roblox után... Minecraftosan. Kapcsoló pediglen. Merre van? Haló? Akkor erre lesz?
ugye a Robloxos nem is lehet ugrani. Kegyem kedvem szerint pattoghatok össze-vissza. Fogalmam sincs, itt mit kéne keresni? Ugye az eredetiben itt egy kapcsolót kellett keresni, ugyebár. Itt viszont ugye, oké, megvan. Végre megtaláltuk. Íni. Ez világít, mint állat. 30. szoba jön, kérem szépen. 30. szoba. Azért már haladunk. 31. És imádom, hogy leteszem, akkor eltűnik a fénye. Pedig én csak, ugye, a szekrényeket akarom kinyitni, csak ugye félre kattintok. Mennyit kapok még ebből? 33. Itt vajon lesz ilyen futás? Zalán futása? Amikor jön a nagy trutymák szörny, az vajon benne lesz amúgy? A játékban vagy sem? Hello? Nincs semmi, köszönöm. 34-es, hát ezt eldobom akkor. Ehhez sincsen elég? Mi? Egy battery csak egy izébe jó? Hiszem el, akkor igazából tök fölösleges ezeket felszedni, mert úgyis csak egyet fogok tudni használni. Szerintem megint jön a gonosz. Már 40-esnél vagyunk. Amúgy ebbe is vannak szörnyek ám. Ebbe is nagyon sok szörny van, csak valahogy így azt érzem, hogy így Minecraftban sokkal lassabban haladunk ebben a játékban, mert nem tudom, Robloxosban valahogy úgy tényleg végig tudsz rohanni az 50-es szintig, legalábbis biztosan easy-be végig tudsz rohanni. Volt ez? Ez ilyen porszívó hangot hallok. Húha. Jó, nem jön semmi mögöttem. Ilyen hosszú, nagy, egyenes folyosókat. Itt megy előttem. Ezek a vitaminok amúgy jók valamire? Oh my god! Ez a képkeretes cucc, nem? Most eljutottunk ide, és itt mit kell? Ez mi volt? Most ez mi? Jó, hogy mindegyiket be kell állítani arra? Hát én őszintén szóval nem értem. Akkor ez jó, ez már zöld. Nem tudom, egyszerűen nem jövök rá, hogy itt mi a megoldás, hogy itt mit kell csinálni, írjátok meg nekem kommentbe, kérlek szépen benneteket. Írjátok meg kommentbe, hogy itt ennél a zenedobozós cuccnál mi a megoldás. Én viszont nagyon szépen köszönöm azt, hogy jutottatok erre a videóra. Ha tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok föl, és lesétek meg a leírásról, és a nagyon menő pixelős és zsenedobos cuccokat ott tudjátok beszerezni. Továbbá a vadonatúj könyvet, az álomhozókat minden könyvesboltban szinte be tudjátok szerezni. Szóval köszönöm szépen, hogy jutottatok, sziasztok! We'll be right back.